A köztársasági választási bizottság éjfélig fogadja a nemzeti közösségek választási listáit. Pénteken két roma, egy bolgár, két egyiptomi, három román és egy ukrán nemzeti közösségi listát is átadtak a bizottságnak. A nemzeti tanácsi választásokon való részvételre a Bunyevác nemzeti közösség nyújtotta be a legtöbb választási listát, szám szerint 9-et. Még az utolsó napon is előfordulhat, hogy a beadott lista adminisztrációs okokból nem elfogadható és hiánypótlásra szorul. Számos esetben megtörtént, hogy egy-egy személy aláírása több listán is szerepelt, ezek nem érvényesek. A listák összeállítói még az utolsó napot követően is kapnak 48 órát az esetleges hiánypótlásra, nyilatkozta a Köztársasági Választási Bizottság illetékese a Tannyugnak. Aki szavazni akar, annak máig fel kellett iratkoznia a névjegyzékbe. Ha valamilyen rendkívüli okból még sincs beírva, az illetékes minisztériumhoz kell fordulni. Nyilatkozta korábban Közügyek című műsorunkban Ladóczky Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagja. Aki időközben nagykorúvá válik, vagy valami rendkívüli eset folytán még sincs beírva, a minisztérium ezt megteheti 10-e után is, egészen október 22-ig. Tehát előfordulhat az, hogy lezárják ezt a külön választói névjegyzéket, azonban még ezután is a minisztérium különféle változtatást hajt ezen végre. Azok, akik péntek után válnak nagykorúvá, a közigazgatási hivatalban jelentkezhetnek, ezután az illetékes minisztériumnál kérvényezhetik a névjegyzékbevételüket. Kapnak egy címet és egy időpontot az október 26-án esedékes voksoláshoz. Szabadkán 69 szavazóhelyet hagyott jóvá a választási bizottság.